Rajongó, szorító, mert szombat van, és ez itt a szorító Magyarország első heti rendszerességgel jelentkező Pankrációs podcast. Bárki és a doktor minden héten a Pankráció függő világában. A szorító szombat ezennel indul! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a szorító vasárnap. Nagy örömömre visszatért a hangom a tegnapi HCV gála után, tehát még mindig én vagyok a doktor, és itt ül mellettem Bartfi. Doktor, I know you come. Tényleg eljöttem. Így van, doktor eljött, és beszélünk a wrestling történet legfurcsább adásának második részéről. Te miért beszélsz úgy, mint egy beszívott Matt Hardy? Nem tudom, mert megikletett a Delete or Decay. Mert reggel óta ezt nézed. Így van. Megnéztem a Delete or Decay-t, megnéztem a Delete or Decay Falloutot, és megnéztem a Delete or Decay-nek azt a részét, amikor abszolút éneklik, hogy I am absolute, 36-szor. Szóval felkészültem az adásra. Jó, hát tegnapra is felkészültünk, aztán lett belőle valami. És emellett végre megtörtént az, amit két hónapja pofázunk, hogy ideje lenne megcsinálni. Legalábbis így egy picit így félig meddig megtörtént, aztán meglátjuk, hogy fog megtörténni, ez pedig a SmackDown-on, a SmackDown vége. Így van, viszont azért ne felejtsük el, hogy mi a mai adásunknak a valódi jelentősége, hiszen gyakorlatilag egy nap hiány pontosan egy évvel ezelőtt debütált a Szorító Podcast. Így van, és mint láthattátok, ugye a hétvégén már elkezdtük orvaszájba hype-olni mindenhol, hogy megyünk, ugye most már full gőzzel a YouTube-ra, ezt a kapitány megirigyelhetne full gőzt. Szóval most már tényleg ugye áthelyeződik a koncentráció iránya abba, szóval de nem halajoljuk el a SoundCloud-ot sem, mert ott is mindig minden megtalálható lesz. Mint hogy az iTunes-on is mindig minden megtalálható, csak nem tudom, hogy hallgatja valaki. Jó kérdés. Majd, ha valaki hallgatja iTunes-on keresztül a podcastet, az jelezze nekünk hozzászólásban. Nem rossz ötlet. Bár állítólag most múltkor megnéztem a kis a YouTube, az iTunes az ugye ilyen népszerűségi kis csíkokat mutat, szóval, és a 2005-i az így teli volt. Ugye? Szóval. Én ezekhez változatlanul nem értek, és amikor algoritmusokról meg hasonlókról magyarázol nekem, akkor úgy vagyok vele, hogy lőjön le valaki. Akkor hashtag bánatos doktor. Na, viszont ugye kérdést kaptunk, méghozzá most a doktor az kefenyére. Így van, tegnap éjszaka érkezett, vagy ma reggel az a kérdés, hogy a vadonatúj cirkálósúlyú divízió arón az vajon egy ilyen huha meccsekre lesz kihegyezve, vagy hogy lesznek sztorik is? Hát ugye Bishop ezt úgy fogalmazta meg, amikor a WCW-ban volt ugye a Cruiserweight divízió gyakorlatilag az adás közepén, hogy ti vagytok a töltényeim a pisztolyba, amit a WWE-re lövünk, ti vagytok azok, akik egy film közepén az autós üldözés. Szóval egy akcióval teli, pörgős valami a műsor közepén. Én azt gondolom alapvetően, hogy a Raw jelen fölépítését tekintve kicsit pont ez hiányzik az adásból, igen. Tehát a gyors, pörgős, tempós, látványos mérkőzés. Én azt gondolom, hogy elsősorban ez lesz az ő szerepük, de 2016-ban ezt szerintem sztori nélkül már nem lehet úgy megcsinálni, mint a 90-es évek közepén. Meg azért ne felejtsük el, hogy azért ott a 90-es évek közepén is volt minimális sztori. Ugye csak gondoltok bele Dean Malenko és Chris Jericho-nak a feudjára. Vagy Guerrero-ra és Mysterio-ra. Igen, szóval a 1004 fogás embere. Szóval ne felejtsétek el, hogy azért akkor is volt történet, igaz, nem magas röptű, de volt. Tegnap Nitro felsorolta azokat a mozdulatokat nekem. Igen? Igen. Nagyon jó. Armbar. Number 5. Arm drag. És megint csipogok. Megint mindenki keres. Na jó van. Podcast közben ne keressetek. De honnan tudják, hogy mikor van podcast? Ez egy jó kérdés. Na mindig. Szóval, ennyit intrónak, és akkor most pedig SmackDown-oljunk. You come on out here so The Rock could do exactly what he does best, and that is lay it the smack it down on your candy ass. Na, akkor térjünk is rá az eheti SmackDown eseményeire, ahol történt egy mini visszatérés, amire nem számítottunk, ez még két hónapig be fog következni. Ugye egyből Cena visszatért az adás elején, méghozzá ugye AJ Styles-ra. Igen, AJ Styles éppen nagyon-nagyon boldog volt, hiszen Cena legyőzése után, amit ő előre megmondott, Ambrose-tól is elvette az üvet. És erre megjön Cena, és minden előzmény nélkül berakja magát gyakorlatilag a WWE bajnoki címmérkőzésbe. És közli, hogy meg, addig nem megsavol, addig meg nem dönti Flairnek a rekordját. Nem, azt, hogy 16-szoros bajnok akar lenni, azt nem mondta, hogy meg akarja dönteni Flair rekordját, azt mondta, hogy be akarja állítani. Jogos. Viszont Cena csend volt az adáson megint.
Szóval az a durva, hogy Cena és AJ működik együtt. A Philadelphiában egyébként, igen. Bár mondjuk a philadelphiai közönség az már rég nem az, ami nem. Az ECW napokban volt. A Partizán jellege már rég megszűnt. Meg, de akkor is azért még mindig inkább a smarkosabb közönségek felé zajlik. Ez még változatlanul nem tetszik, mert értem én, hogy Cena kicsoda ebben a bizniszben, de amikor éppen az van, hogy oké, overrated-tettünk valakit, akkor ne az legyen, hogy random visszajövők egy hónap távol után, és akkor most címmeccs. Hát pedig ez lesz. De ez rossz. Rossz, persze. Meg kell fejezni, kész. Persze. Farbooking. Jó. És aztán megjön Ambrose. Aki elküldi Cenát az anyjába, majd Cena küldi Ambrose-t az anyjába. Na jó, de itt az a lényeg, hogy hogyan? Cena közli, hogy Stone Coldnak mindenben igaza volt a podcastjében. Miért hiszük még mindig azt, hogy mindenki az interneten lóg, és ezt nézi 0-24-ben, ugye? Ezt tudjuk, hogy ez Russzónál sem. És aztán Ambrose meg ezzel visszavágott arra, hogy te egy nyomvott part-timer vagy. Igen. Zseniális. Egyébként ez a rész a promoszegmensnek zseniális volt. Jaj, egy lusta part-timer. Lusta part-timer. Nagyon jó. Ugye csak Cena fordított part-timer, mert ő a habuzsókon birkózik, és az a tévéadásodáson. Nem mindegyiken egyébként, tehát csak a piacát tekintve fontos helyeken. Mick Jericho ugye mindenhol. Igen. Meg Kane is ugye mindenhol. De csak ugye megjött Shane McMahon, ki már messze van olyan over, mint amikor visszajött, mert ugye minden héten látjuk, és ugyanazt a cuccot hozza. Persze. És bejelentette ezt a kis Triple Threat vockot. Mi az Isten lesz? No Mercy. No Mercy lesz. Elővettük a B kategóriás pay-per-view neveket. Annak mindig szerettem a kis WWE házi zenéjét. Most, ami most raktak a vizé, az nagyon jó volt. Ugye a kis reklámmal. Ja, az nekem is tetszett. Nem erre gondoltam egyébként, de kimondottan jó volt. Jó. Jött a Hype Bros úszoló testvérek kis visszavágó idézőjelben. És ezt ne felejtsük el, még azt is bejelentették, hogy Cena Ambrose kontra AJ és egy általában választott partner lesz, és hogyha AJ nem talál partnert, akkor Briannek kell kérölni egyet neki. És ez fontos, hogy Briannek kell kérölni benne. Ja. Jó, oké, Hype Bros úszósz, nem néztem meg, lapozzunk. Hír úszó is unalmas, meg nekem minden unalmas ebben. Jó, még Kurt Hawkins promó. Chuck Norrisosabb vicces volt. Igen, ez nem volt jó. Ez oké. Hawkins-t miért reklámozzuk úgy, mint a messiást? Valahogyan reklámozni kell. De minek? Jinder nem reklámoztuk, csak visszajött. Jinder szar. Hawkins is az. Na jó, de hát, hogyha valaki elhiszi ezek alapján, a vignetták alapján, hogy nem. Ja jó, oké. Jó, Marisszal és Mizzel folytatjuk. Aki ugye most megint elmondja, hogy ez mennyire fontos, hogy ő az interkonti bajnok. Így van, és Miz közül így elásta Ziggler karrierjét 6 láb mélyre. Indokolatlan az összes inside joke, amit bevetnek ebbe az adásban. Már az adás felénél járunk, vagy még annál se, és túl sok volt az inside joke a 30 percre vetítve. Ez nem tudja, Russo ír rá egyébként egy az egyben. Igen, tehát őneki igen. Volt ez a fixa ideája, hogy minden adást ilyen belső viccekkel kell teletömni. Például még olyanokkal is, hogy amikor Jay Lethal a TNA-ben Black Machismo-t, azaz ilyen Macho Man paródiát játszott, akkor nem volt hajlandó fizetni a Randin, arra utalva, hogy Savage fukar volt. Isteni! Amit a közönségnek az 1%-a ért, és az se röhög rajta. Nem. De nem baj, Miz elásta Ziggler karrierjét 6 láb mélyre, nem, és mert... Ziggler egyet ért vele. Nem, mert Ziggler elásta el a saját karrierjét 6 láb mélyre, úgy kb. 2013 és 2014-ben. Jó, és egyébként közöli Miz Bryannál, hogy szeretné újra tárgyalni a szerződését. És hogy addig nem kapja meg a Ziggler elleni mérkőzést a No Mercy-re, amíg ő meg nem kapja, amit akar. És hogy nem fogja egyszer sem megvedeni az övét addig. Brian viszont rettentő over továbbra is. Sokra menjünk fel, hogyha az authority figura over. De ez igen. Hiába mondja azt, respect my authority! Persze. Hogy te szoktad. Igen. Hát CV. Azt majd fogjuk mondani a következő szemben. Most azért erről beszéljünk már egy kicsit, mert ugye éppen mennyi ideje van érvényben a brand split? 2 hónap? 2 hónap, másfél? Igen. És gyakorlatilag már most van talent mozgás a két adás között, és most vannak már olyan sztorik, hogy én máshova akarok menni. Nagyon jó. Ez jó vagy nem jó? Szerintem pozitív, mert kihasználjuk azt a kártyát, hogy akkor most mehetünk máshova. Ez tudod, mire emlékeztet a 2002-es kezdeti időszakra, amikor például, ha valaki visszajött sérülésből, vagy bármilyen dolog történt, akkor versenytek érte az adások. Például a Triple H-ért volt egy ilyen versengés, ahol Bischoffot választotta, nem a feleségét. Jó, akkor még nem volt a felesége. Meg Steinerért is versengtek.
akit aztán úgy szerzett meg, aki a SmackDown úgy akart megszerezni, hogy Stephanie lefeküdt vele, azt hiszem. Ilyesmi volt a sztori. Nagyon jó történet. Egyre jobb. Persze. Na jó. Még mindig jobb, hogy szerezte meg Dixie Flat. Jó, persze. Na mindegy. Jó, hagyagoljuk az ilyen történeteket. Szóval a lényeg az, hogy most Miznél van egy ilyen történet, hogy ő átmenne a Raw-ra. Kíváncsi vagyok, ennek most tényleg csak történet implikációi vannak, vagy a WWE éppen most nézegeti azt, hogy melyik roster hol lyukas éppen. Szerintem Miz nem fogják átdobni, mert itt szerintem csak a Bryan-es történetet építik tovább. Mert Bryant fogják hagyni birkózni egyszer. Méghozzá Miz ellen. Ne. Pedig ez így fog történni. Bryant Mizzel fogják birkóztatni utoljára WWE-ben. Azt mondom, hogy nem. Egyébként nagyon örülök annak, hogy Bryan heti 3 interjúban elmondja most már, hogy ő mennyire szeretne birkózni. És utána közli, hogy azért nem birkózom, mert a WWE nem hagyja. Igen, aztán hazamegy, és az első dolog az, hogy ki van posztolva a kép Brie-vel és két kutyával. Jaj, hogy mennyire örülök, hogy itthon lehetek. Főleg a két kutyának saját Instagram oldala van. Nem egyszerre, hanem a két kutyának két külön Instagram oldala van. Miért van egy kutyának Instagram oldala? Nem tudom, de tényleg ez így van. Miért nézi valaki egy kutya Instagram oldala? Natáljának a macskájának van Instagram oldala. Ezt pénteken a HCV-ben beszélgetünk. Nem értem az embereket, és nem értem alapvetően a közösségi médiát sem. De ez legyen az én szegénységem. Jó. Styles Corbinnal szeretne tag teambe menni. Corbin meg elküldi az anyjába, hogy ő viszont szeretné, hogy nem a partner szeretnék lenni. Van az ellenfeled. Corbin jó! Corbin a fő rosteren jó! Ne nézd rám így, Corbin akkor is jó. Nem jó. De jó, Corbin jó lesz. Akkor jó lesz. Nem, bejáratják. Nem veszem meg. Te nem veszel. Te sok mindent nem veszel meg a héten, és sok mindent megveszel a héten. Baron Corbin, Apollo Crews, ezt sem veszem meg. Na ezt még nem veszem. Viszont ami utána jött, azt még jobban megvettem. És azt, hogy fogja magát, és kijön Swagger? Igen. Én nem a Swagger, nem szeretem, főleg a zenével együtt. A zenét én is szeretem, az embert nem. Swagger kövér. Ezt múltkor megbeszéltük. Na mindegy, szóval azért a Swagger Corbin az nem lesz rossz. Jó, csak ugye, mondjuk azt nem értem, hogy Swagger, na jó, értem, hogy miért. Mert a hülye amerikaiak miatt, meg a gimmick miatt, de hogy egyébként hogy a francba tud marginálisan is over lenni, azok után, hogy jobból 2 éve, ez már egy... Hát oké, a gimmick miatt. Jó, örülök neki, nagyon utálom ezeket a gimmickeket. Na mindegy. Jó, Still to Come. Cena meg Mystery Partner, ugye? Jó, ja, Still to Come-ot nem kell beolvasni. Ja, nem, Beckham, beolvassuk, tudják, hogy hol járunk a rejongók. Mi se tudjuk, hogy hol járunk. Jó, ja, bejelentik azt, hogy Corbin megy a Talking Smack-be. Nem néztem meg. Megnéztem. Corbin jó volt. Ott is. Jó. És nem volt pörcs, ami nála pozitív. Jó, Becky-t interjúztatják a ringben, és Becky balboázik továbbra is, ami ugye Philadelphia-ban nagyon helytálló. Meg azt nem tudom, hogy ez mennyire trademark. Kicsoda. Hát a Balboa cucc így. A Balboa ez egy név, szerintem másokat is írnak Balboának. Nem vagyok benne biztos. Rá fogok keresni az idén. Tudod, az amerikaiaknak vannak ilyen családfokutató weboldalaik, ahol kereshetsz az így vagy úgy hívott emberek családfájára. Nálunk is van. Nálunk is van ilyen. Ilyeneket én nem szoktam. Van ilyen? Aha. Az interneten? Van. De jó ég, és miért akarna valaki ezt? De jó, én is csak azért csináltam ilyeneket, mert amikor éppen fordítok filmeket, akkor néha beírom a Google-be őket, hogy XY was born mikor, hogy tudjam, hogy hány évesek voltak, és be tudjam írni a szereplő listába. Nagyon jó. Ennyit a kulisszatitkokról. Fatal 4-way. 5-way, nem. Miért akarok mondani fordulni? Fatal 5-way. Mert az alap. Igen. Fatal 4-way. Miért nem találtak valamit az ötösre ki? Pelusták. Persze. Fatal 5-ér number one contendership match a női bajnoki cím jogáért. Naomival, Nikki Bellával, meg még egyszer Naomival. Majdnem ugyanezt néztem meg egyébként a PPV-n, igen. Csak ez most minusz Becky, meg minusz elimination szabály. Igen. És Alexa lett a number one contender. Ami egy érdekes választás. Kell egy ellenfél Beckynek, akivel viszonylag jó meccset tud tolni, ami valamivel feljebb hozhatja Alexát, és ami nem több időhúzásnál. És ugye egy másik nővel, mondjuk Nikivel külön meccset tudjunk csinálni az adásra, mert ugye szűk a roster, és ki kell tölteni valamivel a PPV időt. Ennyi át. Niki Carmella. Ugye Niki Carmella lesz. Jaj, na, 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 na. Carmella meg szuper vékony, ugye? Még mindig. Úgy néz ki, mint egy papír. Na jó, Alex egyébként nem rossz. Nem. Már szerintem ezt az egész Harley Quinn vonalat túltolják. Most föl kell, most tolni kell, mert most megy. Megint. Egyébként én nem tudom, ki az a Harley Quinn, csak azt tudom, hogy ennek mondják.
Harley Quinn, Jokernek a kis barátnője, a kis Stockholm-szindrómás. Nagyon-nagyon jól tudod, hiszen majdnem kiraktatok az autóból zagyva Szántónál, hogy életemben nem láttam egyetlen Batman vagy Joker vagy bármilyen filmet sem. Ezért majdnem kiraktuk az autóból, tényleg. Mert egy olyan autóban volt, ahol az öt benne ülőből négy nagy, iszonyat nagy nörd. És itt tartanám fontosnak megjegyezni, hogy nem láttam se Deadpool, se Spider-Man, se Superman, se Wolverine, se anyám kínja egyetlen képregényhőshez köthető egyetlen filmet nem láttam életemben. Soha. És nem is fogok. És még Star Trek-et sem. Azt sem. És nem is fogok. És több bálatos ezek. Na mindegy. Jó, ja, így J.K. most már kint keresi meg nagy bálatában. Kint kiröhög és elbattyú. Kiröhög. Két erre bukkoltuk a héten. Ki erre lett bukkolva? Kiröhögje AJ-t. Nagyon jó, hát utána következik Heath Slater-nek a szerződés aláírása. Heath Slater ugye már nem szabad ügynök, tehát a free agent pólót ki kell dobni, ehelyett egy olyan pólót hord, hogy nekem gyerekeim vannak. Ezért szükségem van erre az állásra. I need this job. Nagyon jó. I have kids. I need this job. Nagyon jó. Ennél másik Rhino-nak a vote for Rhino. Póló a jobb, tényleg. Nagyon jó. Szóval én nekem kifejezetten tetszett, és ugye jön a Double White Baby. Yes! Slater továbbra is iszonyatosan over. Igen, csak nem végül is a dupla lakókocsi jön, hanem az Ascension. Igen. Bár végül is szintén tekintve az is hasonlóan van a jelenlegi esetben. Igen. Az feltűnt egyébként, hogy az Ascension nem ordított ezúttal artikulálatlanul a promó közben? Ha nem értelmesen próbáltak beszélni? Igen. Ha ezt mondjuk két évvel korábban csinálják, akkor lehet, hogy még működne is. Igen, és kidobták volna a piros vállapokat már korábban, ugye? És tudom, mi a másik, amit röhögök? De mennyire bánatos lehet azon, hogyha ezt az alapvetően baromi jó titantront, amit ezeknek összeraktak, nem hajlandóak már mutatni adásban, akkor kijönnek. Ezért valószínűleg a vágós rász és az animálós rász lehet nagyon bánatos. Pedig aztán tényleg volt munka, igen. És az faszán is néz ki. Abban biztosan nem volt munka. De a meccsen nem volt sok munka. Hát a meccsen nem. Slater és Rhino nyert. És a végén JBL megpróbálta előadni a gór-gór-górt a régi ECW-s hangon, csak aztán a második már rájött, hogy ez nem sikerül neki, és így a harmadik gór helyett egy ha-ha, te rakod be. Na jó, JBL remek. Jó, na, akkor utána jön a backstage szegmens, ugye AJ-nek bemutatják a kis partnerét, ugye Miz, vagy Brian bemutatja ugye a partnert, ugye ez pedig James Ellsworth, akiből mém lett nagyon gyorsan, ugye ő az a jobber, akit pár héttel ezelőtt legyakott Braun Strowman, és azóta mindenhol ő feszít, az összes mém oldalon, meg az összes trendben, meg mindenhol. Braun Strowman meg nincs adásban. Braun Strowman meg nincs adásban. Így kell magad overré tenni, avval, hogy nincs állad. Tudja, hogy nincs. Igen. Ilyen mennyit állam van? Igen. Wellingtonnal beszélgettük azt, hogy hova tűnt az áll ennek az embernek, ugye? Ez egy Freya trónok hárcából, azoknak van mennyit álluk. Biztos megszökött a vörös mennyegzőről. Viszont én meg ezt nem tudom, micsoda. Látod? Szóval, nagyon kiegészítjük egymást nerd kultúrában. Igen, mind a ketten olyan kulturális utalásokat tudunk tenni az adásban, amiről a másiknak fogalma nincs, hogy mit jelent, és reménykedünk benne, hogy a hallgatóknak mindegyikről van. Így van, nagyon jó. Jó, akkor jött Orton promója Wyatt ellen. Az meg Wyatt viszont promója. Orton Wyatt still to come. Ilyet még láttam. Ilyet már láttam egyébként, amit Orton meg Wyatt letoltak. Aztán utána ugye Wyatt misztikusan ott termett a ring mellett, aztán misztikusan eltűnt megint, és megjelent Eric Rowan, akit Wyatt pár héttel ezelőtt ejtett, és megpróbálta megverni Ortont. És mert rájöttek, hogy a Wyatt nem működik megint külön, mert nem működik. De Orton meg legyakta Rowan, szóval Wyatt meg nem volt sehol, szóval ezt akár még úgy is fel lehetne fogni, hogy Rowan akarja bizonyítani azt, hogy ő méltó erre, csak nem sikerül neki. Az egy jó sztorivonal lenne, igen, egyébként. Főleg, ha mondjuk Harpert is előkaparnánk a sérülésből. Én egyébként ezt nem tartom kizártnak, hogy ez lesz, és igazából a SmackDown következő hónapjaira ezt a Wyatt kontra Harpert, ezt egy jó buknak tartanám. Wyatt kontra Harper? Uh-huh. Ezt hallottam már valaki mástól is, szóval igen, ez elképzelhető egyébként. Ki volt ez a valaki más? Titokba majd kell maradni a személyazonosságának? Ne, a kollégánál az a ringside-tól. Jó. Ja, és mondom, hogy hülyeség, szerintem a Wyatt Family-t egybe kell tartani. Az a baj, hogy már iszor megpróbálták szétszedni őket. Igen, soha nem működött! Tartjuk egybe! De már az sem működik, hogyha együtt tartod őket. Ha tartjuk egybe a két nagy tudát, és adjunk neki végre bajnoki címet, mert még nem nyertek bajnoki címet. Még az is lehetséges. Na mindegy. Jó, akkor főmérkőzés time, nem néztem meg, bocsássatok meg. Jött J.J. Ellsworth-szel,
először, és ugye Sina is Ambrose. És ugye Ellsworth bevonulás közben megtámadta a Miz, aki közölte, hogy itt ő a főmérkőzés. Így van, és mit akarsz tőlem, Brian, te büdös bunka? Ugye, miközben magyarázok a barának folyamatosan. Jó, a mérkőzés az egy standard TV főmérkőzés volt. Alapvetően az, amire el lehet mondani azt, hogy jó, de semmi extra, és igazából a mérkőzés után folytatódott a sztori, miután Cena és Ambrose győztek, ugye Cena az Attitude Adjustment-tel elküldte Mist szunyókálni. És... legalább nem AJ lett mindenről. Aminek kibondottan örülök, mert tudod, igen, mi a véleményem a bajnokoknak a heti birkúzásáról. Pozitívum szerintem is. Na, és utána Cena ünnepelt, és amikor visszatért a ringbe Ambrosehoz a kötelekről, akkor tökönet rúgva. Tökönet rúgva, hogy tölti díc. Magyarul végre, valahára megkapjuk a heel Ambrosehunkat. Ami valószínűleg őt is motiválni fogja. Hát, igen. Legalábbis reméljük. Igen, én bízok benne, mert mondjuk ez a figurához jobban is illik a heel szerepnek a szabadabb tárgyköre. Ha már itt vagyunk, akkor beszélgessünk arról a pletykáról, hogy a Meltzer berobta, hogy össze fogják dobni a Shieldet év végére, vagy jövő év elejére. Ugyan? Már megint mászkálunk adások között, vagy mi? Nem tudom, főleg úgy, hogy most gyakorlatilag hogy hívják ott, ugye Ambrose most törnöltettük Hillé valamilyen szinten, Rollins meg Face-é. Szóval mondjátok már ennek, hogy ez hogy fog működni. Meg... mondjuk Rollinsot sem nagyon igyekszünk nagyon face-esíteni, ja, mert ugyanúgy nyávog. Meg elküldünk mindenkit a francba. Reigns meg olyan, amilyen. Igen. Szóval, meg egyrészt miért kéne visszarakni a Shieldet, mert mit csinálsz vele? Mert így a három különböző ember tudod három különböző ember bukolni. Most egy... meg három különböző sztoriba rakni, igen, amikor éppen úgyis kevés a húzónév. Most a Shieldet meg egyrészt ez a három ember kinőtte azt, hogy egymásra lennének utalva. Én persze el lehet adni velük egy nagy meccset, hogyha a sztori indokolja, de így, hogy külön adásokon vannak, merőben más dolgokban vesznek részt. Ha megvan az a nagy közös ellenség, aki ellen föl lehet lépni, ott egy Shield összeállás, az szerintem nagyot szólhat, és egy pénzes mérkőzést tudna letenni az asztalra, igen, de... mondjuk egy Survivor Series-re, Hunter ellen, például, na az mondjuk jó szólna. De így, hogy most mindenki külön van minden sztorival, ugye Reigns-el van Rusev-vel, ugye most megint, Rollins éppen Hunterrel próbálkozik, feudba kerül, úgyhogy Hunter nincs adásban. Mi, és ugye Ambrose meg épp Cenával fog feudolni előbb-utóbb, úgy érzem. Mondjuk a SmackDown-nak a kilátásai ezzel együtt azt gondolom nem olyan rosszak. Tehát, hogyha most megnézem a jelenlegi rostert és feltételezem azt, hogy mondjuk birkózni fog a többség, akár el tudom képzelni azt az év legvégére, hogy Styles Orton, Ambrose Cena, mondjuk tényleg Wyatt a saját kis családjával valamit működhet, a Miz Bryan feudot lehetne folytatni. Corbin-t hogy hülyeségnek fogod tartani, Corbin-t én oda raktam Kane-hez. A két szulát egymásra? Az még nem egy rossz ötlet. Azért, alapvetően egyértelmű, hogy miért, tehát átugrik nyilván Kane-en, de Kane még mindig a maga szintjéhez mérten over tud lenni. Meg tudja tanítani a fiatal egy-két trükkre, ami a nagy ember birkóban nem megy hátrány. Így van. És plusz ugye az American Alpha Usos. Igen, ami előbb-utóbb csak be fog következni. És mondjuk hosszú távon a hölgyeknél Becky, meg valaki. Becky Natalia lesz ebből szerintem megint. Mert ugye más mit? Becky Nikki. Ugye mind a kettő fész. Valamelyik törna. Ja. Vagy Eva. Becky Eva, nagyon jó. Csak hogy pukkantsuk ezeket a kis... Eva roll-up-pal megnyeri az övet. Én azt gondolom alapvetően, hogy... mennyire jó buk. És mondok még valamit, amivel tuti nem fogsz egyet érteni. Ziggler Slater. Ziggler törna. Az kurva jó! A vöncet értek, az nagyon jó! Hát Slater a legoverebb ember a rosteren! És ezt raknám bele abba, hogy ugye Ziggler elkezd idegeskedni amiatt, hogy hát ő is Underdog Vogel éveken keresztül, és őt mégse szereti senki. Nagyon jó. Ziggler törnöltetni kéne, mert Ziggler abban az nem magát szedni fejben szerintem. Szóval én nagyjából valahogy így raknám össze a SmackDown-t az év hátrajövő részében, mert úgy látom, hogy ezekben story szinten benne van az a... az alkalmanként itt töltelékkel együtt akár egy 2-3 hónapos kihúzás hát mindegyik sztoriban. Mondjuk, hogy ha a pletyka igaz, hogy AJ tényleg mondjuk a WrestleMania szezonig tartja az övet, ugye azért akkor ebből valószínűleg az lesz, hogy most akkor Ambrose Cenát fogunk kapni előbb-utóbb. Ami nem lesz rossz fordított ugye abban a felállásban, hogy Ambrose a hill. Hát ki kell próbálni azt egyáltalán, ez hogyan működik, és Ambrose nem kell félteni Cenától, ettől a Cenától már semmiképpen sem. Hogyha Ambrose nem tud ez ellen a Cena ellen feudot nyerni, az azt jelenti, hogy nem elég jó. Igen. Amit bánatosan konstatálnék, de ez ezt jelenti. És akkor tényleg igaz lesz, amit 5 évvel ezelőtt, nem annyi még nincs, de 4 évvel ezelőtt mondtuk, hogy Ambrose lesz az, aki a Shieldben eltűnik.
Rollinsot mondtuk. Meg Ambrose-t is, mert azon billegtünk, hogy melyik legyen, hogy Ambrose vagy Rollins. Nem fog eltűnni, tehát nem lesz benne a main event picture-ben. Jó, hát mert mit kártál lejjebb, akkor se lesz egyébként. Persze. Mert Ambrose jó, olyan szinten. Mert egyébként ott jó, de main eventben kell egy kicsit bizonyítani, és most egyébként egy ideális platformot kapott hát rá. Ja, egyébként pont az a pont Cena ellen, akivel szerintem iszonyat overré tudja, Cena iszonyat overré tudna tenni heelként is az Ambrose-t. Jó, meglátjuk minden esetre, hogy az hogyan fog kimenni. Te tudod egyáltalán, hogy bárhol hogyan állunk a pontozás szinten? 8-3 volt az utolsó emlékem, de az nem tudom mikor volt. Az akkor volt, amikor otthon voltam, tehát két héttel ezelőtt. Akkor volt 8-3 a Rújavára. A múlt héten mind a kettő katasztrofális volt. Én múlt héten is, meg ezen héten is azt Mac-nek adtam a pontot. Tehát jó, hát ebben egyet értünk, igen. Akkor 8-7. 8-7, igen. Na, akkor Snack feljött, mint a nyavajos. Egyébként, hogyha már ott tartunk, hogy hogyan jött fel a Smackdown, hát ugye a Smackdown-nak a heti nézettsége az nagyon brutálisan, azt hiszem, hogyan ilyen 40 ezer körüli szinten volt elmaradva a Rótól? Igen, igen. Basszus, fog ez még nyerni a kék csapat a tévénézettségben? Kérdeztétek tőlünk pár helyen, hogy a Smackdown-nak kell-e Cruiserweight divízió. Most ugye pletykálták, hogy állítólag ugye oda is be akarnak vágni egyet, mondom, a Smackdown nincs hely. Szóval a Smackdown-on megvan a három divízió, megvan gyakorlatilag az Interconti környékén a midcard, megvan a fő mérkőzés, meg megvan a tag team, meg a női. Ugye, és az úgy ide már nem fér be. Divízióra nincsen hely, azt gondolom, viszont eltérő stílusú birkózó párat még elbírnék nézni a midcardban. Tehát mondjuk olyan akár nagyobb cruiserweight-eket, akiket tudsz másra is használni, de megvan ez a jó birkózó stílusuk, egy 2-3-at azért elbírnék viselni. Pénteken Lászlóról jól beszéltük azt, hogy kit néznénk meg szívesen a Smackdown-on. Mi is mind a ketten egyből egy nevet mondtunk, Joe-t. Mert Joe-t annyira a Smackdown-hoz kötjük mind a ketten, uh-huh. Hogy uh-huh. Joe tökéletes fit lesz szerintem erre a Smackdown-ra. Igen, egyetértek. Jöhetne. Igen. Nakamura ellen még ugye a Survivor hétvégén ugye meg lesz szerintem ugye a visszavágó, és akkor utána Joe búsan távozik. Már a Smackdown-hoz ugye Torontóban van, tehát Root Country-ban. Az lesz. Egyébként, ha már ugye Root szóba került, kurva jót rögtünk rajta, hogy nemrég láttam egy felvételt, hogy a Sporting Kansas City-nek a foci csapata, ahol többek között Németh Krisztián is futballozott, nem olyan régen, ugye az ő szurkolói dalukban benne van az, hogy Glory, Glory, és a Glorious-t játsszák jelenleg a mérkőzéseik előtt. Glorious. És ha már Glorious, akkor mondod, hogy te mi rögtél ma reggel? Így van, ugye hétvégén megtartották ugye Gargano-nak az esküvőjét, és egy kis ilyen lip-syncre összeállt a kis csapat, ugye Gargano, Ciampa, meg Matt Cross, meg még két úriember. Ezt a lipsinket hogyan mondják szépen magyarul? Fogalmam sincs. Tátogásnak. Ja, igen. És különböző legendás számokra adtak elő kis koreografát, és a Glorious Bombbal kezdték. Szóval a Glorious Bombbal indul a cucc, hogy Gargano és Ciampa mutatják magukat, és hogy fölhúzódik, és látod mögöttük a többieket. Matt Cross-szal az élet. Aki úgy mosolyog, mint egy óvodás, imádom azt az embert. Lesz, és úgy mosolyog. Persze. És ugye elkezdenek mindenféle zenére, ugye Backstreet Boys-ra, Titanic-ra, meg mindenre mindenfélét eleadni. Zseniális. Ajánlom megtekintésre. És ezek, igen. És a lényeg, hogy ezt a WWE hivatalos Facebookja kitolta. Miért ne? Mert miért ne? És az egészben a legjobb az, hogy Gargano az utolsó indie mérkőzését az újdonsült felesége ellen fogja vívni. Igen, aki közben benne van a Performance Centerbe szintén. Ez az indokolatlannak a ne továbbja. Kész! Jó, lépjünk akkor tovább. You wanna know who's next, eh? Oh no! You're next! Tegnapi napon újfent egy HCV gálán vettünk részt mind a ketten, és ahogy már megszokhattátok, ilyenkor érkezik a HCV Experience rovat, amikor elmondjuk a nap tapasztalatait, és természetesen beszélünk néhány szót a gáláról. Az utolsó emberig azt gondolom, hogy tartotta azt a trendet az idén, hogy pillanatteremtésben volt erős. Így van, és ezt beszéltük éppen a gála után a doktorral, hogy ki kell választani lassan közeledvén az év végén, hogy a jelölteket az év pillanata momentumra. És azért van egy pár. Van. Ebben az évben is, a HCV-n belül is, meg mondjuk a WWE-ben is. Jó, de hát úgyis külön kategória lesz majd a kis szilveszteri slammy rovatban, hogyha eljutunk odáig. Hát igen. Az még ez a gála is volt kettő olyan, ami azért hűha. Igen. Meg az a hűha, hogy olyan technikai pultunk van, ami akkor, mint a WWE, és tényleg... A WWE House-os technikai pultja, igen. Mert ugye a
Bécsi House-on, ugye volt ismerősünk, ott ült a technikai pult mellett, és így közölte, hogy ja. És Barfi gyönyörűen Kevin Dunt játszik. Igen, Barfi Kevin Dunt játszik, mert egyszerre irányítja a hangot és a fénytechnikát, plusz a videó, a négy darab kamerát, és mellé még a rendezői székbe is én ülök. De szépen... Ja, és a birkózókat is én indítom. De szépen kérem egyébként a hallgatószmárkokat, hogy ne utáljátok annyira Barfit, mint amennyire Kevin Dunt. Így van. Kevin Dunt király. Engem is többen hiányoltatok már a gála után a közönség találkozón is, illetve Askon is a ringből, mert ugye ezután nem én végeztem el a konferálói feladatokat, ahogy szoktam. Következő gála kérünk egy Vivan doktor csendet. Hát enyhe doktor csend az volt, igen, amikor bejöttem a születről, vagy valahonnan. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ennek az az oka, hogy megpróbálkoztunk egy ilyen kísérletszerű tesztadással élőben streamelni a showról YouTube-on keresztül. Hát ennek minden gyermekbetegsége igazából benne volt. Gyakorlatilag ez minden éles tesztnél fölmerül, és egyébként a kérdésetekre válaszul. Ezért is nem reklámoztuk be előre. Ez volt az egyik ok. Másik ok meg nyilván az, hogy... Hogy nem jöttök, akkor elmelusták vagytok. Az utolsó napokban baromira megugrott, mint megtudtuk a jegyeladása gálára, és mivel ez egy ingyenes stream volt, ami ráadásul nem is tudtuk előre garantálni azt a színvonalat, ami megérné, plusz nekünk jobban megérezni, hogy eljött a gálára, ezen a dolgok összessége miatt nem promotáltuk be előre. Jó Nitro kollégával együtt csináltam ezt a kis kommentárt, akivel nagyon jó volt együtt dolgozni, de természetesen abban is megvoltak azok a dolgok, hogy most először ültünk bent élesben egymás mellett. Ettől függetlenül nagy shoutout neki, mert nagyon szeretek vele dolgozni, nagyon jó volt vele beszélgetni egész nap, nagyon oda tette magát, és továbbra is hajrá és gyógyulj kolléga. Így van. Mennyire jó volt az, amikor így elmondta nekem, hogy 3-4 naponta nézi meg a Seth Rollins-os 24 dokumentumfilmet, hogy motivációt nyerjen a gyógyulásához. Hát, mire vissza fog térni kb. Hogy jövő év közepén, akkor így közölni fogja, hogy szó szerint tudja az egész WWE Seth Rollins-os 24-et. És tudod mi a vicc? Lehet, hogy talán nem sértődik meg rám, hogyha elmesélem. Még azt is elmondta, hogy a gyógytornászának mesélt erről a filmről és a tapasztalatairól, és ugye Rollinsnak a mentális blokkjairól például, ugye, amikor a térdét kellett használnia, és a gyógytornász ezt aktívan csináltatja vele, tehát sokat kell térden lennie, hogy szokja azt, hogy igenis itt ilyen dolgok történni fognak. Hát ebben az lesz, hogy jó, Nitro fölmegy az első éles edzésén a turnbuckle-re, és akkor fuck it, frog splash. Igen, amikor ugye Rollinsnek pedig ritkát csinálni, és között, akkor ma a fuck it day van. Igen, ez így fog történni. Szóval szervusz, kedves Nitro. Jó, szóval ezzel foglalatoskodtunk a nap nagy részében, hogy ezt valahogy összehozzuk. Pláne, hogyha egyébként borzalmas hetem volt, és aznap reggel írtam meg a kommentárt. Négy kamerát próbáltunk összeegyeztetni a nap második felében, hogy ki hol, mi hol. Úgyhogy egyébként a helyszínen nincsen jó hely egy hard kamera, tehát egy fix kamera, totál kamera számára. Igen, a WWE hagyományos kamerakép, amit most már egyre kevésbé használnak, most már a daru kamerát használják hardcamnek. Azt megken. Meg most már az én is kezdik. A Róm meg a BPV-ken. Ez még nem tűnt föl egyelőre. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy erre ment rá a nap nagy része, egyébként az új speakernek is nyilván segíteni kellett, a kis angol nyelvű kommentátorunknak, az egyik HCV-s tanoncnak, Carlonnak is segíteni kellett benne, de hát végül is valahogy összehoztuk a maga gyerekbetegségével együtt az egészet. Volt probléma, volt technikai jellegű problémánk, viszont Mirko jellegű problémánk az nem volt. Nem. Ami pozitívum. Nem, viszont volt két piszok nagy pirotechnikai robbanás, amivel majdnem kicsit meghaltam, pláne amikor tesztelték. Teszteltünk de pirót is, ami nem volt piró, csak hang, de mindegy. Igen, jó persze, tehát egy ilyen hang és fényefektet létrehozó kis szar volt mind a két esetben, de kurva nagyon szólt. Tehát így értem, hogy Jerry Lawler miért szokott megijedni, amikor Kane-nek fölmegy az izéje. Kis pirója. Jó, tehát ugye az adás azzal kezdődött, hogy visszajött László Roland, és hogyha nem tudnátok, hogy ki az a László Roland, akkor egy olyan ember, aki félhetően heteken belül a Szorító Podcast vendége lesz. Így van. Meg fog jelenni itt, mert László Roland is állandóan hallgat minket, és nagy örömmel elfogadta a meghívásunkat. Így van, és azon kívül ugye a HCV-nek a hangja volt éveken át, a Szegedi Supershow-nak a szervezője, és egy ismert régi ikonikus tag a magyar wrestling szérában, és elvileg azért jött vissza, hogy bejelentse, hogy ő távozik a HCV-ből. De ezt tudjuk, hogy a wrestlingben sosem igaz, kivéve a Shawn Michaels vagy. De ilyen sosincsen. Olyan, hogy valaki örökre távozik a birkóból, olyan nincsen. Na mindegy, szóval... Kérdezzétek meg Terry Funkot, aki 77-szer vonult már vissza. Oké. Okay. Annyi, ahányszor, ahány éves. Ikarusszal beszélgettük pont ezt valamelyik nap. Jó, teljesen jó, szóval utána
Dover is nagy dúlva fúlva odaadta azokat az öveket Renegade-nek, amit Nitro-tól szedett el, mert ő azt gondolta, hogy az az övé, mert kitépte Nitro-nak a térdét, de azért, mert kitépett valakinek a térdét, attól nem kap szövet a birkózásban, mert ez nem szerepel a szabálykönyvben. Így van. Nagyon jó. És akkor kaptunk egy opener meccset, ugye a veterán külfölding, ugye Gabriel Angel Fire csapott össze a, mi az? Hogy mondjam ezt szépen? A tiszteletbeli szorító műsorvezető Blake Steamerrel, mert többet volt itt mindenik bárki. Igen, ez amolyan bónusz meccs volt ott a gála elején, ami abból a szempontból pont jó volt, hogy mindenki szaladgálhatott a technika miatt. Erőfordulnak ilyen problémák, de ez van. Kimondottan gyors mérkőzés volt, rövid mérkőzés volt, gyorsan lezavarták a srácok, és Blake nyert. Így van. Miután Gabriel kényszeresen cross-arm breakerre ment az egész mérkőzés közben. És Blake iszletesen over a közönségnél, ami pozitív. Hát legalábbis alakul. Igen. Kimondottan mind a ketten overek voltak egyébként, tehát vegyes kántálás volt. Így jegyezném meg, hogy nagyon szép számú közönségünk volt, és nagyon jó közönségünk volt egész este. Nagyon jó volt. Igen, most itt a Patoliban rátaláltunk így a közönségre nagyon, mert állandóan tényleg közel vagyunk a teltházhoz, vagy teltházban, és jó is a hangulat folyamatosan. Így van, akkor a folytatás ugye a Revolution bajnoki címmérkőzés volt Chris Dice és Ted Wellington között, ugye Wellington kollégát nemrég hallhattátok ti is a szorítóban, miközben eléggé sok mindenről mesélt nekünk. Aki nem tette volna, az hallgassa meg az Amerikai Álom című adást, mert nagyon-nagyon sok érdekes dologgal gazdagodhat, a YouTube-on is elérhető már, hogyha jól tudom. Minden éred a YouTube-on. Mindent vissza lehet hallgatni. Valaki nagyon szorgos volt. Igen. 4 napon telt el vele, vagy 5. Jó. Tehát ez a mérkőzés DQ-val ért véget, rengeteg near fall után. Tehát tényleg mind a két fél nagyon sokszor próbált meg tust bevinni. Nitroval mi jól szórakoztunk rajta a kommentátor állásban. Én nem tudtam koncentrálni, mert egyszerűen egy kameraképet néztem két szemmel. És próbáltad nekünk bevágatni a legjobb kameraképeket, ami egyébként egyszer sikerült is. És itt kell egy kicsit kiemelnem minden különösebb részlet elmondása nélkül Candyt, aki egy komoly családi tragédia után jött el a gálára, és rendkívül profin lehozta az egész rendezvényt, tehát tényleg a birkó legnagyobb bujaihoz méltó elszállítsággal. Thumbs up. Birko Life. Így van, hashtag Birko Life. Mert van hashtag Birko Life, meg van hashtag Birko Loser. Így van, tehát DQ-val nyert végül Dice, de Wellingtonnál maradt az öv. Minek utána Wellingtonnak a menedzsere Victoria golyófogóként beszedett egy... mi a franc volt az? Nem tudom. Medvizárdot. Ja, igen. Chris Dice-tól. Legutóbb picit jobb létre szenderült, és Wellington leütötte Dice-ot egy székkel. És mekkora kameraállást vágtál be nekem, amikor Wellington ment kifele és vitte ki a karéban Victoriát. Zseniális volt. Így van. Az egy nagyon jó kép volt tényleg. És a durcás Wellington vitte ki a Victoriát karéban. Remek kép volt, igen. Pár ikonis képpel azért sikerült összevágnunk ebbe a streamben, úgy éreztem. Így van, tehát ezt majd az adás végén visszatérünk róla, de amikor László Árpád montást vág be nekünk a főmeccs utáni pillanatra a HCV-n osztályt. Igen. Ez nagyon jó. Na, utána jött kis RP Tyson, ami mindig jó. Mindig jó. RP elmondta, hogy mostantól bátor lesz. Aztán nem volt bátor. És attól nem volt bátor. És megérkezett a Spártai Légiónk, aki demonstrálni akarta erejét. Akinek én adtam a Spártai Légió nevet, mert olyan nincs. Olyan nincs, de attól még jó. De kurva jól néznek ki egymás mellett. Igen. Nagyon impresszíven. Jorgos Collins-tal beszélgettem egyébként a gála után, és mondtam, hogy annyira impresszív fizikai őserők, hogy gyakorlatilag bárki ellen ott állnak, hitelesek. Elhiszem, hogy bárkit legitimen meg tudnak verni. Bárki az öveket mutatja éppen a derekak körül. Ez ilyen lesz, előbb-utóbb. Azon kívül Markus Mitrának, az első szlovák birkózónak, aki egy Jorgos csapattársa, az egyik legjobb spirje van a bizniszben, amit valaha láttam. Igen, kifejezetten. Markus remek és impresszív nagyon. És tényleg egy kicsit ugye ő még nagyon, nagyon zöld, de ha ő neki lesz a tapasztalata, akkor... Mindenesetre láttam, hogy keményen dolgozott a Tomi Endáltal tartott szemináriumon napközben is, úgyhogy remélem, hogy ebből, meg a HCV iskolásai is. És egyébként. Az vagy az első ciprusi birkózó a világon, és az első szlovák birkózó egy tag teamben. Azért szerintem ez így világrekord. Uh-huh. Na mindegy, Árpit nem verték meg végül, de Redixet a testőrét, igen. Viszont így gála napján így kis, ugye jorgoztunk, így panaszkodott nekem, hogy melege van. Mondom, így álltunk ott Árpival, és így... Ciprusról származó ember, ott négyszer ilyen meleg van! És így rám néz, ja, négyszer ennyit szoktam izzadni is. Jó van, na, én a finn ismerőseimtől tudom, hogy mi is utáljuk a hideget, de mit csináljunk? Igen.
Na jól van. Ja, és utána jött a Super Indie. Az Eros of Hungary és a Sumerian Death Squad, tehát Icarus és Dover mérkőzése a korábbi mentoraikkal, Tommy Endel és Michael Dantéval, ugye jött titok, sőt nem is titok, hogy Tommy End utoljára járt AC-ben, hiszen... Meg a Sumerian Death Squad is utoljára volt együtt. Igen, hiszen Tommy End, úgy mondtad, sárga-fekete dolgokkal ezt elfoglalva heteken belül. Heteken belül. Egy nagyon-nagyon illusztris class tagjaként, amiben benne van Big Demo is. Igen, tehát Big Demo most birkózott a What Culture-nél Dario-val, aztán ő is megy sárga-feketézni. Így van. Nagyon jó. Csak ugye Demo még nem az adásra megy, hanem még a Tomi PC-be. Tomi valószínűleg oda. Nagyon. Bár most hallottam, Pivel beszéltük már Icarusszal, hogy előfordulhat az, hogy még nem. Szóval tapingre majd csak jövő év elején. Hát ki kell értékelni mindenképpen. Igen, szerintem, ki kell pucolni az indie fasságot a fejéből. Ezt mindenkinek a fejéből ki kell pucolni ahhoz, hogy használható legyen. Ja, jó. És Múz is benne lesz abban a classben, úgyhogy Idolgati néven van szerződése. Na, ezeket majd még meglátjuk szerintem, hogy mi lesz ebből hivatalos végsősoron, mert tudod, a telefon, telegram, telebreszler az hogyan működik. Persze. Tehát mint a népmese, a falu egyik végéből elér a másikba, már 30 dolog másképpen van. Hát igen, ahogy mondtad, ez a mérkőzés eléggé szuper indi volt. Nem is tudtuk követni a kamerákkal. Hát volt egy olyan pillanat, amikor minden igen össze voltak gabajodva, úgyhogy... Nem is tudom, ezt hogy írjam le. Half Crab volt Dovertől, és Tomitól volt valami más. Na most ezt úgy próbálnám egyébként megfogalmazni, hogy mind a két fél, az egyik magyar és az egyik holland berakta az egyik ellenfélét egy feladásra kényszerítő fogásba. Azt hiszem Dover tartott egy ilyen Half Crab-szerű cuccot Dantén, és End meg valami másikat Icaruson. És akkor Ed meg befogta ilyen kravátba közben Dovert, és akkor meg közben Icarus mászott át Dantéhoz, és én fogta be valamit. Brutál volt. Azt hiszem a karját. Nem lehetett tényleg kamerával követni, amit csináltak. Bár talán éreztem egy kis óvatoskodást, Tomin azért nem akar, látszik, hogy nem akar megsérülni. Nem, ő nem akar megsérülni már, mert az elcseszni a napját. Meg más egyebet is, de többi rettentő báratos lenne. Meg egy kis csekket, ami úgy jönne havonta neki. Jó. És végül egyébként, hát elmondhatjuk azt, hogy Tomiék a hátukon távoztak. Így van. Old school-ban a Tomiék hátukon távoztak, így van. Nem sokáig, mert utána jöttek később még a nap folyamán, de az más kérdés. Jó, tehát mindesetre ezt a mérkőzést Icarusék nyerték meg, ugye beszéltünk eleget a kis történetéről, a hátteréről. Utána az adás másik fejének az elén, tag team bajnoki övek, a hashtag Didi, Dylan és Danny, a kis szeg srácaink mérkőztek Natszal és Audrival. Így van. Kicsit furcsa volt ez a mérkőzés számunkra, mert rengeteget dolgozott a Didi double teamben. Igen, nekem ez volt az a pont az adás során, amire azt tudom mondani, hogy ez nem tetszett, és nem azért, mert bármi problémám lenne a résztvevőkkel, hanem amblok utálom azt a tag team mérkőzéseken, amikor valamelyik fél egyszerűen nem tegel, és a bíró meg áll és nézi. Egy más dolog az, persze tudom, hogy elszabadulnak néha az indulatok egy tag team mérkőzésen, egyébként a nyilak sumérok meccsen is ez történt, de ott kezdetben végigment a tag, és csak onnantól kezdve kezdtek el mind a ketten double teamelni, hogy tényleg elszabadult a pokol a mérkőzés kontextusán belül. Azt is lehet okosan csinálni, de ott már megértem. Viszont itt gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a babyface csapat az tegelt, Dylan és Danny meg gyakorlatilag végigben voltak, a bíró megnézte. És ez így nekem nagyon off volt. Kicsit, az volt az egyetlen olyan pillanat a gálán, ami nagyon off volt, igen. De viszont új tag team, nem tag team partnerünk van, hanem tag team bajnokaink vannak. Igen, a legfiatalabb átlag életkorú bajnok csapatunk, Dylan és Danny, úgyhogy ezúton is gratulálunk nekik. Így van. Úgyhogy további sok sikert, srácok, bár az a befejező leszorítás, az Edge és Beulah McGillicuddy képét hozta elő. Igen. A One Night Stand 2006-ról még, hogyha egy fokkal szolidabb is volt az, amit Dylan leművelt Audrival. Hát, ott is van egy mély történet, ami nagyon, nagyon régre megy vissza, de hát ez van. Hát, a HCV-nek a hölgyei nem zártak túl fényes estét. Nem, mindenki kapott valamit. És egyébként nem támogatjuk, csak így kijelentem. Igen, igen, ez a WWE-vel azonos megítélés alá esik részünkről, de nyilván nem mi vagyunk a döntéshozók ezen a téren. Igen. Viszont az új tech bajnokoknak minden esetre tényleg gratuláció. Nats és Audrey párosra ezzel együtt azt gondolom, hogy jobb volt, mint amilyenek várhattuk a nyáron. Igen. Kimondott a jól működött. Meglepetést okoztak kifejezetten. És ezután következett most már tényleg a Rumble, ami ugye a bajnoki címért zajlott Nitro sérülése miatt. Az élet fura sztorikat ír, hogy ebben az évben a WWE is ezért tolta a Rumble-t, meg mi is.
Nem azért, nyilván nem azért téptük ki Naito térkálását, hogy lekopintassuk a VH-et. Nem, ez így alakult. Bár hogyha kiderül, hogy work volt, akkor elmondjuk. Általában el szoktunk mondani bizonyos dolgokat a podcastban, igen. Jó. Van egy olyan... Elkezdtem mondani, vagy nem? Már a gondolatmenetet befejeztem, de csak levegőtöttem a következő mondatot. Jó, azért azt kell mondanom, hogy van egy olyan trend, aminek nagyon örülök a HCV-n belül, az, hogy a Rumble, ami egyébként egy baromi nehéz meccs, nálunk évről évre jó szokott sikerülni. És egyre jobb egyébként. Nem is tudom, ki tudnék kiemelni most a Rumble-ből, mert mindenki egyébként jól dolgozott kifejezetten a srácok közül. Hát ugye kiemelhetjük például azt, hogy Renegade, Ikarus és Dover között végre sor került a kis kenyértűrésükre. Az is egy kifejezetten jó pillanat volt. Hát a Renegade-nek az a távolba réző tekintete, tehát tényleg az, amikor te is fiam Brutus a hátádba döfték a kést, az nagyon durva jó volt. Már előtte is az R.P. Tyson-os kis szekvencia jó volt. Na, ugye az történt, hogy Renegade volt bent egyedül a ringben, és bejött Makai Renato, aki az ő kis szövetségese, az MMA harcosunk. Aki az abszolút meglepetés volt rosterben a teljesítményében. Így van, tehát Makai Renátóról egyébként a Birkózval hozzásáról csak pozitívan tudunk nyilatkozni. Le a kalappal ezelőtt az ember előtt, maximálisan, és akkor beadta Renegade-nek az F5-ot. Ami szebb volt, mint Lesnaré. És milyen popjat rá! Igen. És így... Jó ég! Oké! Okay. És akkor erre jött be R.P. Tyson, aki addigra megtalálta a bátorságát, és közölte, hogy te gorilla nem bánthatod a bácsikámat. Ott a technikai fújban mindenki szakadt a rögésben. Ez zseniális, és aztán ugye végül ketten együtt kidobták a jó MMA harcosunkat, miközben ugye RP felugrott rá a sleeperbe. Igen, nagyon hátul jó. Hátul is a sleeperbe. És aztán utána ezt egy érzelmes ölelkezéssel zárták. Arra céloztam egyébként, hogy két-három nagyon jó momentumunk volt tényleg ebben az egész gálán, ez volt az egyik. Hát a Renegade RP ölelés, ez tényleg, mert ugye emögött is van egy több mint egy éves sztori, ahogy a két karakternek a kapcsolatát fölvezették, akár az internetes videókban is. Renegade-nek ezt a kelletlen, jó van az apád a legjobb haverom, ezért megtűrlek, meg próbálnak segíteni, meg is tápulakozásomat, de valójában mekkora egy retardált kreténnel vagyok én itt megverve. Most nem látjátok, hogy RP-t utánzom, amikor integet Renegade-nek az irodába. Az az egyik legjobb szekvens, amit valahogy csináltak. Gyönyörű előadói teljesen volt. Az RP-t Renegade cuccban annyi kémia van, hogy az valami zseniális. Legjobb kémia szerint az egész hátszerűben, amikor RP és Renegade egy jelenetben vannak. Zseniális. Remek előadói teljesítmény volt, való igaz. Ugye ezt tényleg hozzávehetjük még azt, amikor a Nyilak. Renegade ellen fordultak. Pipinek ugye Ikarusnak a gonosz csirke üzemmódja, amikor megtámad valakit hátulra. Én imádom a gonosz csirke üzemmódot. Az nagyon jó. Talán az arcát mielőtt megcsinálja. Ott is sikerült jó képet vágni, hozzá arra emlékszem. Ez zseniális volt, igen. Pontosan így a ring mellett lévő kamerásnak a képét vágtad be, amikor Pipi így fölvette a boldog gonosz csirke fejet. Igen. A következő pillanatban megbaszom ezt az embert hátulra. Igen. Ez a gondolat jár olyankor a fejében, igen. De egyébként ez így kell csinálni. Igen. Jó. És akkor ugye a legvége. Az, amire a csaltanó. Addigra már megvolt Tommy End és Michael Dante, és Dante szépen távozott a nélkül, kidobta volna bárki a ringből, mert fájtálta. Nem érte! Nem érte! Tommy End meg úgy búcsúzott el a kis HCV-s pályafutását, hogy beleszállt térdel Ikarus hátába az entranszból. Távozzál az entranszból, igen. Ezt úgy hívtuk be rá, hogy ezek még a pokolban is veregetni fognak. Mindenhol. Jó. És akkor jött a 25. ember. Kurva nagy durranással. Szó szerint. Amiért egyébként, most ne haragudj, ezt mondom, de baszódj meg, Bartfit. És magyarázd el, légy szíves, hogy miért mondom. Na, szóval ugye, a Rumble-ben ugye rendes entrance nincs. Csak hogy hívják, hogy a running-es entrance van, viszont úgy gondoltam ott impromptuba a gála végén, hogy akkor most szivassuk meg a fél közönséget, meg a fél stábunkat. És ugye úgy készültünk, hogy a 25. ember, ugye az Koppány. És Koppányot készítettünk egy kis pirotechnikát a végére. Meg neki amúgy is lassú entrance szokott lenni, mert le kell hámozni a magáról az állatbőröket, a kürtöt, meg a leféle dolgokat. És ugye full entrance-szal készültünk neki. És meg meglepetés visszatérő volt egyébként is. És úgy gondoltam, hogy akkor rakjunk rá nagyobb fókuszt, ezért lehúzattam a fénytechnikával a komplet fényt. Miközben a durranás kellős közepén. Amiről nem szóltál senkinek. Nem. Ott senki nem tudott semmit.
És mindenki azt hitte, hogy éppen most robbant fel a kurva generátor, és elment az áram. És akkor utána vártunk pár másodpercet, hogy még ne jobb legyen az anticipation. És utána koppál zene. És azt a popot életemben nem fogom elfelejteni, mert ilyen pingponglabdányra ugrott össze a gyomrom, és az összes szőrakaromon égnek állt. Hát amikor Koppány kijött, és a gyakorlatilag talpra ugrott ott a lelátó. Hát az a kép, nagyon az nagyon durva volt, hogy az egész lelátó talpra ugrott, és olyan popot szerintem itthon senki nem kapott még. Koppány ilyen mindig is egy rejtélyes, misztikus karakter volt, aki mindig hosszú időket töltött távol a ringtől, és amikor megjelent, valahogy tehát ő volt a legközelebb ahhoz, amit Magyarországon special attractionnek, különleges attrakciónak tudtunk hívni, és valahogy tényleg volt egy ilyen különlegesség a megjelenésének. Meg az egész aura, ugye, ami... Amire most ráerősítettél te ezzel a impromptu kis technikai döntéssel, meg plusz még a piró is, ami kurva nehéz volt, és utálom a pirót. De nem piró még mindig egyébként. A tegnapi munkámmal abban vagyok a legbüszkébb, az biztos. Bejött, igen. De hogyha valaki ott lefordul a székről a technikai állásban, amihez közel álltunk. Meg a közönség soraiban is azt is hallottam. Képzeld el abban a pillanatban, hátul akik a monitort nézték, mit éreztettek az öltözőben. A renegét nyújt a kötél után a táskájába. Tényleg? Nagyon jó. Nem szólt bele. Jó. Teljesen jó volt. És hát ugye utána volt egy nagyon egyszeres jelenet, amikor Koppány az utolsó pillanatban ragadta meg a felső kötelet, amikor átdugták fölötte. Meg ugye, miután jó zápará, mint a körrúgta az apronon. Utána azt hallottam a jó Koppánytól, hogy senki nem ad olyan jó tökörrúgást, mint Zafár. Ez a gonosz barna emberünknek a dicsérete most már pillanat. De Zafárt is és Dovert is kidobta végül Koppány, és így ő lett a HCV új vitathatatlan bajnoka. Hát az meg az est második legnagyobb popja volt, ugye, amikor így realizálták, hogy mi az, ami történt. Uh-huh. És még nem fejeztük be. Mert egyébként ugye Koppánynak már voltak ilyen visszatérései, oké, visszatérben volt a Final Four-ban, és gondolom most is erre számítottak, hogy ott lesz a végelszámolás, aztán úgyis kiesik el, mert nem fogja megnyerni az övet, de megnyerte az övet. Megnyerte az övet. És utána jött a komplett csattanó, amire senki nem számított, ugye? Így van, tehát Koppány megállt a ring közepén, lehelyezte az öveket a lába elé, és szép lassan leoldotta a fejéről a maszkot, amit szintén egy fantasztikus kameraállásban nézhettem végig. Az a tekintet, basszus, az zseniális. Az egyes kamera kezelőnek, Robertnek nagy thumbs up, azt nagyon megcsináltuk. És amikor leoldotta a fejéről azt a dolgot, akkor jött az est következő legnagyobb popja, ugyanis... Az nem pop volt, az... Az meg! Az volt, amikor a közönségnek tényleg így, amikor azt mondja az amerikai, itt most lose their shit. Igen. Teljesen. Hát... Az volt a durva, a fényes kollégával azon aggódtunk, hogy a rajongók már a izére másztak föl, a pilonjainkra másztak föl. A fénypilonjaira másztak föl, annyira elvesztettek mindent. És ez azért, mert 6 év után felfedésre került az, hogy Koppány bizony nem más, mint László rólad. Igen. És nem akartad elhinni nekem, amikor elmondtad neked, hogy ez a legjobban őrzött titok az egész HC-ben, és a tényleg az lett. Igen, tényleg az volt. És az, hogy ennyire bevált ez a doktorról rengeteget vezegettünk erről a booking döntésről, hogy ez most jó ötlet, vagy nem jó ötlet. És így a tegnapi napot látva, gyakorlatilag Koppány entranszától a gála végig a legjobb döntésünk volt tényleg. Így van, László Rolanddal nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, hogy itt lesz majd a szorítóban. Ő kérte is, hogy jöjjön és beszélhessen arról, hogy végül is mi vezetett ahhoz, hogy ő éveken keresztül Koppány volt. Mi természetesen tudtuk, hogy ő az. Igen. De ez valahogy nem szivárgott ki. Egész egyszerűen, hogy mi vezetett ahhoz, hogy ő Koppány volt, hogy ő nem László Rolandként birkózott, és hogy mi vezette őt ahhoz, hogy most meglépte ezeket a dolgokat. Hát ez valami egészen elképesztő pillanat volt, azt hiszem. Tehát... És akkor... Képzeljétek el magunkat a helyünkbe, hogy ezt most évvégén ki kell választani, hogy mi lesz az év pillanata a HCV-ben. Ezzel, az Icarus hajvágással. És még vissza van egy véres november. És vissza van egy véres november, ami mindig nagyon szól. Hát ez tényleg nagyon-nagyon nehezemre esik, és utána jött László Árpád, aki a HCV rosternek elküldt a kis streamből összevágott montázsát, az egy szerbusz Loli. Igen. Igen. Ami szintén a stream ikonikus képeiből volt összerakva.
Roland per Koppány, mert ő szeretné Koppányként hivatkozzunk rá továbbra is, intenzív fejével, a magasba tartott övvel, óriási volt. És azt is mekkora pirót kapott, amikor... pirót? Bocs, reflexből pirónak mondom. És az is kifejezetten jó volt időzítve, amit megbeszéltünk, igen, ugye Koppánnyal és a pirotechnikus úrral, hogy akkor szóljon, amikor Koppány fölemeli a főbajnok jövőnket. És a végén Renegéd, mint egy szimbolikus hátat fordítással az eddigieknek kijött, és végigmérte a László Roland Koppányt, és kezet nyújtott neki erre. Hát nehéz mit mondani, ez a pillanat tényleg az, ami idén újra és újra előkerül ACV-nél. Hát ilyen szempontból tényleg, ha most azt nézzük, hogy ezt a naptári évet nézzük, Night Rove nyerésével, Ikarus hajvágásával, ezzel, sőt, Night Rove sérülését is ide venném, persze az nem tervezettem volt, de az egész évünk tényleg ilyen. Nagyon örülök neki, mert tényleg a pillanatteremtés a Virkó legfontosabb része, ezt egyik legfontosabb része, és azt nagyon sokszor elmondjuk, és a sok hétköznapi güri az általában azért van, hogy a katarzist utána létre tudjuk hozni. És a gürizés nélkül nincsen katarzis, de katarzis nélkül nincs Virkó. Így van. És ez kifejezetten jó élmény volt megint számunkra, még ha nekem nagyon gyorsan is elment, mert rengeteg dolgunk volt. Így van. Azt gondolom, hogy ha nap nehézségeiért alapvetően kárpótolt minket ez a dolog. Stream jövőjéről pedig annyit, hogy ki fogjuk értékelni azt, hogy ez hogyan zajlott, és nyilván a lehető legjobb döntést igyekszünk meg meghozni, és ez természetesen az én jövőbeli szerepemet is így imigyen befolyásolja. Így van. Most pedig a magasságokból térjünk át. Az Abyss mélységeibe. Így van. Decay! I knew you'd come! Hát... a mélységekben lemerülünk a csúcsok után, és, mint láthatjuk, a Harley testvérek droglaborja továbbra is termeli a minőségi drogot. Meg a profitot valószínűleg. Meg a profitot is, igen. Bár szegény az a drogdíler, aki maga fogyasztja el az áruját. Így van. Hát mit is tudnánk beszélni a Dilítói Dikéről? Így van, két héttel ezelőtt volt végül is. Igen, a környéke. TNA-ről is beszélünk, most aztán tényleg az egész spektrumot lefedjük. WWE, HCV, TNA. Igen, jövő héten megjön a Cruiserweight-nek a fináléja, meg minden, ami ilyen finomság. De, most, meg ugye az ECW is. De ez, hát ez valami elképesztő. Már a kezdet, hogy Rebby Sky zongorázza a DK-nek a theme songját. Nem a Jeff Hardy-nek az Obsolete. Jeff Hardy-nek az Obsolete theme songját. Miért mondok DK-t? Amiben Jeff beleénekel, meg Matt is beleénekel, és a végén eljátsszák azt, hogy az egyéves gyerekük zongorázik. Igen. Fantasztikus. Obsolete. Ja, és még Senior Benjamin is énekel, miközben éppen valami sírtás. Igen. Én most ásom a sírotokat. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát, így indul gyakorlatilag, mert ezzel az ikonikus képsorral az egész. Aztán ugye a következő kedvenc részem az egészből az volt, amikor elmennek, metnek a személyes állatkertjébe. Igen. Hogy az elemi ösztöneikkel kapcsolatba kerüljenek. Señor Benjamin, készítsd a személyes állatkertemet! Igen, és akkor a birkózásban most végignézünk egy olyan sztorit, ahol Matt Hardy egy zsiráffal beszélget, akiről azt gondolja, hogy egy reinkarnálódott George Washington. És most esett le nekem, hogy Matt Hardynak mi a karaktere. Ő egy sámán! Hát ez valami hihetetlen! Majd ugye a Falloutban beszélünk erről még többet, de Matt Hardy egy sámán, aki a szellemekkel beszélget. Nagyon jó! Rettentően jó! Matt basszus 40-valány évesen megtalálta a karakterét. Ami hozzáillik. Egész pályafutása során nem sikerült neki. Nem. Ez gyönyörű. Zseniális. Ugye Wellingtonnal beszélgettünk, amikor nálunk volt múlt hétvégén, hogy a pankrációban két dolgot lehet csinálni. Jót meg szart. Ha nem tudsz jót csinálni, akkor csinálj szart. És minél szarabb, annál jobb. És Birkó folklórt építenek ezek az emberek, mert ezt a sok szart, ezt még emlegetni fogjuk évek múlva is. Ez olyan, mint Mango, meg ezek. Ez bele fog épülni a Birkó kultúránkba, tényleg. Ez abszolút. Akár tetszik, akár nem. Most ott tartunk, hogy a Deleter Decay, meg az egész Delete, meg a Final Deletion, japapáj szinten van! Japapai strap match. Valaki nem tudná, ezt Hogan és Flair vívták annak idején a WCW-ban. A japapa strap match. Így van. Number one, brother. De az a vicc, hogy tetszik. Eljutottam volna, hogy tetszik a Dilito MD szóval. Ez nekem is. Ezt néztem egész délelőtt.
Ja, és aztán ugye George Washington a zsiráf levette Rebbi Skynak a kalapját. Nagyon jó, imádom. A következő az egy kenguru, aki Smoking Joe Fraser, az ökölvívó, aki legyőzte Muhammad Ali. A legendás ökölvívó. És csinálnak Jeff Hardy-val. Igen. A kenguruval. A kenguruval. És miután ugye vált a kép, a kenguru éppen segbe rúgja Matt Hardy. Páros lámpa. Közli, hogy gyerünk Joe, it's good, gyerünk Joe. Igen, így a kenguru kapaszkodik Mattbe, és így közben páros lábbal dobbantja. Zseniális! Akkor nem tudtam eldönteni, hogy megdugni akarja Mattet, vagy megrúgni, de igen. Aztán eldönt. Igen, nagyon jó. De még az Impact, ilyet sem volt szerintem még a Birkó történetében, az Impact elején kiraktak, hogy a forgatás során egyetlen állatnak se esett bántódása. Nem, mert a kenguru szétrúgta Mattek a segjét. Igen, és be is voltak zavarva a kengurutól egyébként. Hát olyan válizmokkal én is be lennék szarva, az biztos. Egyébként valami idomított cirkuszi kenguru lehetett szerintem. És aztán a következő, átmentek a majom ketrechez, és közöltem hogy ezek itt a spot monkeyk. DGZ, meg a többiek. Meg ugye a Young Bucks-nak a neveire van, ugye. Meg a Young Bucks-ot, igen. Ugye spot monkeynak azt nevezzük a birkózásban, aki szarik az egész ringpszichológiába, meg mindenben, hanem csak ezeket a hűden nagy manővereket nyomatja a mérkőzésre minden pillanatában. Ugye mi minden majomnak fordítottunk ugye magyarra. Igen, magyarra. És erre közölte Jeff Metre, hogy ő is egy gyógyuló félben lévő spot monkey. Imádom! És mindenki a tetejében jutnak a Tigris, ez a Genghis Khan. A Genghis Khan. És meséljen nekünk a stratégiát. Jézus anyám. És akkor ugye vált a kép, ugye éjszaka van. Megy, igen, mondjad. És egy redneck csávó épp ugye kijön a 7-Elevenből, ugye a legendás amerikai éjjelnappaliból, egy szendvicssel, ami benn van egy papírzacskóban. Megy a kis pick-up trackban, miközben a DK női tagja, Rosemary éppen ott andalog éjszaka az út közepén. Rosemary a legjobb az egészből. Egyébként éppen azt akartam kérdezni, hogy mit mond el rólam az, hogy furcsa módon vonzónak találom Rosemary-t. Nagyon jó! Rosemary fullba nyomja az idiótát, tényleg az ilyen megszállt sátánista valamit. Zseniális! És hogyha te éppen mész hazafele a kivilágítatlan országúton a pick-up truckoddal, és egy ilyen csaj andalog az út közepén, természetes, hogy az a logikus megoldás, hogy meg gáz, és megkérdezed, hogy fölveheted-e. Igen. I'd be crazy. És utána lenyomják ezt a mondatot, I'd be crazy chicks. Szerbusz punk! Idióták, de természetesen a csávó az így ott maradtak a nagy után, viszont Rosemary-éknek, akik egyébként akkora Omen Express koppincsok, mint egy ház. Persze. Lett egy új pick-up truckja. Így van, és ugye megérkeznek ugye a Hardy Compoundsba, ugye a Hardy villához. Igen. És Matt ugye köszönti őket, az ikonikus köszöntés. Ja nem, még előtte ugye egy kis stalkerkedés, ugye leselkednek ugye, hogy hívják a gyereket? Maxil után, és közli Elvis, hogy ó, ez gyönyörű. Igen. És akkor utána ugye Matt közli az ikonikus mondatot, amivel mi kezdtük a szegmenset, hogy DK, I knew you come. Tudtam, és, hogy eljöttök. És előveszik a Rebi, ő és Jeff előveszi a tűzijátékokat, és így Abyss közli, ez nem gyönyörű. És fut, és az egész dekély futásnak ered, miközben a három idióta megy utánuk, és ezért, mint egy ezért, egy sorozat lövő gépkarabélyjal lőnek utánuk a tűzijátékokat. Jó. És erre a dekély oda menekül a kiszuperált csónakhoz. Igen, és így fölemelik, viszont utána ledobják, ugye, hogy pedig tudjuk, ugye, hogy a Dilipetit Boat a legjobb tűzijáték elleni védelem. Igen. Azt mondja, Rosemary elszaladt be az erdőbe. Így van, ami utána rohan, ugye, Matt. A Crazy Steve az Jeff-el szórakozott a ház körül, és Abyss meg beragadt a csónak alatt, és Senior Benjamin betolta a tóba. Igen, és miután ugye... Ez a reinkarnáció tava. A reinkarnáció tava, kijön... hogy hívják a tónak? Joseph Park. Joseph Park, ugye Abyss alter egója. Aki Abyss testvérének képzeli magát. Igen. És közli Senior Benjaminval. Ó, Senior Benjamin! Láttam a Final Deletionben! Nagyon jó volt! És nem látta a testvéremet Abyss-t? És erre lenyomta egy sokkolóval Joseph Parkot. Berakta egy izébe, miben? Markolóba? Markolóba, és ugye beborította a markolót a sírba, amit egész délután ásott. Igen. És elkezdte ugye rapátolni rá a dolgot, és miután váltunk a kameraképpel, ugye Park helyett megint Abyss van. Igen. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó.
Tehát tényleg ez már egy művészfilm. Ez az. És akkor ugye váltunk ugye át ugye Hardy-ékra, akik éppen a kis szökőkútban adnak egymásnak különböző wrestling mozdulatokat. Az nem az úszómedence? Nem, az egy szökőkút. Az egy szökőkút? Az egy szökőkút. Basszus, igen, emlékszem, hogy slipperelték egymást a víz alatt. Igen. És aztán úgy nézett ki, hogy ott marad a kis dekétag, de aztán mégsem. Mégsem. Miközben ugye váltunk Mattre, aki szóingatja Rosemary-t ezen a hangon, hogy Rosemary, Rosemary. És aztán megtalálja, de akkor megérkezik Abyss Janice-szel, ugye a kis szögekkel televert botjával, és megpróbálja megölni Mattet, de egy fát talál el. Igen, és utána még egyszer megpróbálja megölni Mattet, és Jeff Hardy önfeláldozásával menekül meg Matt. Igen, mert így a gyomrába vágja a szögeket. A kis szögeket. Ekközben Rosemary azzal van elfoglalva, miután megszabadult Matttől, hogy szépen elviszi Maxwellt, akit fölszabadít ezáltal. Igen. Bazeg az a gyerek, hogy ott van ezzel a teljesen sztoikus fejjelnek, az őrült csajnak a kezében, miközben ilyen nyolja a száját. Hihetetlen. És akkor megérkezik Vanguard 1, ugye a drón. Ja, aki előtte a másik kettőt csapdába ejtette egy bazinai felgyújtott Hardy szimbólum közepén. Nagyon jó. Vanguard 1 a drón. De Rosemary az a mérges leeretével tönkreteszi. Így van. És ugye így Vanguard 1 eltávozik az erdőbe. Viszont megérkezik Matt, aki közli, hogy nem viszed a fiamat sehova. Így van. Rosemary őt is megpróbálja leköpni a mérges cuccal, de Hardy az belélegzi és visszaköpi rá. Így van. Ez volt az a pillanat, amikor feladtam az életet. Mondom. És utána ugye az a záróképünk, hogy King Maxwellt ugye szorodgatjuk folyamatosan, és mondjuk neki, hogy hát igen, ez egy nagy nap volt ma. Egy nagy áldozatot hoztunk, mert Brother Nero... Jeff éppen haldoklik a földön, Senior Vanguard egy eltűnt, Senior Benjamin meg ott van a pickup trucknak a platóján, és viszi el éppen őt a Decay. Így van. És ebben érkezünk el az eheti Impactre, ahol ennek ugye a falloutját ugye azért a folytatását látjuk. Mégis. Mikor is ugye Matt elmegy keresni, nem először elviszi Brother Nero-t a feltámadás tovához. Igen, mert hogy igen, hogy majd az rendbe hozza a reinkarnációval. És erre Jeff reinkarnálódik önmaga 2013-as cigizős, spéci bajnoki öves alter egójába. Igen, és így Matt ránéz, nem ez az inkarnáció kell, és visszadobja a tóba. Mi ez kell? És elkezd így nyomogatni a víz alá, hogy azt kérem a testvéremet! Brother Nero jöjjön vissza! Nagyon jó! És akkor Brother Nero visszajön. Brother Nero vissza. Brother Nero! Te kell lesz nekem! És akkor utána elmegy megkeresni Vanguard One-t, és megtalálja őt az erdőben. Fölakadva egy fára. És Matt fekszik a földön, szorítja magához a drónt, és közben bömbölve zokog, hogy ezt nem teheted velem! Szükségem van rád! És kéri a szellemeket, akivel már folyamatosan... A hét istenséget, akivel folyamatosan kommunikál már az esemény alatt, hogy gyógyítsák meg neki, ugye Vanguard 1-et. Ez meg is történik kézrátétellel. Igen, tehát az Istenek megadják az erőt, mert nekünk meg kézrátétellel nagy ilyen Jézusi fényel meggyógyítja a drónt. És erre írtam azt a doktornak reggel, hogy basszuk be őt is a tóba! Mert az jó ötlet! És utána Vanguard van megkeresi Senior Benhamint, aki ki van kötözve valahol egy pajtában. Miután kapunk egy dream szekvenciát arról, hogy Senior Benjamin és Vanguard egy a legjobb barátok. És sakkoznak. Sakkoznak, meg segít a kert rendben tartásában. És akkor Vanguard egy bemegy Senior Benhamin, és Senior Benjamin megkérdezi, mi a franc tartott ennyi ideig? Imádom. És akkor hozom Mr. Hardy-t. Szanyar Belámit végül is kiszabadítják, és azután jött a kevésbé jó része, amikor az Impact Zomba voltak, mert a szar volt. Igen. De Bound for Glory-n ezek meccselni fognak. Így van. Egy war meccset még hozzá. Amit meg fogunk nézni. Srácok, ez a birkóz folklórnak a része is. Tetszik vagy sem, ez az ismered, és most már egyen meg a fere, én is azt mondom, hogy ezt élvezem. Élvezem, de viszont továbbra sem értem JL együtt, hogy ez a birkózás jövője, mert látszik, hogy Lucian Negron sem tud igazán ugye nagy közönség hát előtt válni, meg ugye ez sem, szóval az Impactet kevesebben nézi mindig bármikor. Hát ez is jogos, de annak, ami lenni akar, teljesen jó. Jó, beszélgessünk még a végén a pletykáról, hogy ami most így megint szájra kapott erőteljesen, hogy Krogan ugye meg akarja venni a többség részvényeket azért, hogy ezt utána elzsúbolhassa valami külső befektetőnek. Ami ugye két nevet hoznak föl, ugye a New York Post, szóval nem egy kis újság. Az egy bulvárlap. Persze, bulvárlap, de attól még nem egy kis újság. Hozta föl a pletykát, ugye, hogy állítólag ugye a WWE
ajánlatot tett a TNA megvásárlására, és a Sinclair csoport is. Őszintén szólva, ez szerintem minden valóságalapot nélkülöz, ezek a pletykák abból az időből származnak, amikor a TNA a Pop TV-re került. Akkor volt az, hogy a Sinclair Media Group, ami egyébként az ROH-nek a tulajdonos csoportja, által komolyan érdeklődött a TNA iránt, és a WWE is akkor merült föl, de legjobb tudomásom szerint ennek nincsen valóságalapja. És annyi, hogy állítólag 40 millió dollárt kérdeztek ugye Mercert, hogy ír-e annyit a TNA, és akkor Mercer így komikusan kírta a Twitterre, hogy vegyél le egy nullát belőle, és annyit ér jelenleg a TNA. Amiért egyébként én azt mondom, hogy lehet benne valóság alapja, hogy a WWE-nek kéne az a videó library, de nagyon. Hát mivel egyre több birkózó áramlik be hozzájuk, igen, de én nem gondolom azt, hogy ők itt tartanának. A WWE szerintem nem fogja így megvenni a TNA-t, maximum várja, amíg megdobják. Nem, a TNA-t úgy fogják szerintem is megvenni, hogy a vagy nem lesz TV csatornájuk, mert ugye akkor így kb. A tizedére csökken egy szervezet értéke, vagy pedig komplett haldoklás lesz. Hogy WCW zenbólban. Itt endögevő szinten vagyok majd. Igen, benne. Persze. Most minek költsek rá 40 milliót, amikor meg tudom venni, majd később 4 millió ér is tényleg. Ennyi. Vagy 400 ezerért, mint mondjuk az NWA videó library-t ugye megvettük, ugye. De ahhoz előbb a TNA-be el kell, hogy jöjjön a deletion. Így van. Final deletion. Szóval ez volt a TNA final delete, és mindjárt ugye elbúcsúzunk. I'll fade away and classify myself as obsolete. És ennyi fért a mai podcastünkben. Remélem ti is jól szórakoztatok a hallgatás közben, mint ahogy mit csináltuk, főleg a második felejt, a Delete or Decay. Absolute. Meg ugye az Impacton a kis delete csentek, hogy delete. Nagyon jó. A jövő héten több dolggal is jövünk. Ugye egyrészt lesz szokásos adáselemzésünk a hétről, és úgy gondoltuk a doktorra, hogy tényleg ideje már elővennünk egy kultuszt a wrestling történelmből, amiről még nem beszéltünk szinte semmit, csak ilyen kis morzsákat, meg az egyik legzseniálisabb embert, aki valaha a bizniszben benne volt, ugye ez a új kedvenc becenevemmel a Rabbi of the Revolution, ugye? Akit sokat láttuk mostanában, de azért mégis a fő munkásságáról nem ilyen miatt emlékszünk rá. Egyébként mielőtt tényleg a görögöktől kezded ennek az elbeszélését, az ECW-ról van így szó. Így van, az ECW-ról fogunk beszélgetni. Nem tudom, hogy ketté bontva vagy egybe, majd meglátjuk. Majd a adást megtervezzük a jövő héten. Ha a YouTube-on hallgattatok minket, akkor nyomjatok egy lájkot, ha tetszett, vagy egy dislike-ot, ha nem tetszett. A visszajelzés nekünk rettentően fontos, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy mindig értesüljetek a legfrissebb kis epizódjainkról. Viszont ha a SoundCloud-on hallgatsz továbbra is minket, akkor ott is nyomj egy szívecskét nekünk, mert az egy nagyon jó kis sign. Lájkoljátok a Facebook oldalunkat, mert ott mindig megtaláljátok a legfrissebb témáinkat és híreinket, és nyugodtan írjatok kommentet akár a YouTube-ra, akár a Facebook-ra az aktuális epizód alá, mert semmi sem szeretünk jobban, mint a pankráról beszélni. Mert ezt csináljuk a doktorral napi 8 órában. Kívül, amikor a doktor Depp is. Igen, mert akkor csak 3 órában. És ha kérdésetek lenne, akkor nyugodtan kérdezzetek tőlünk az AskFM-en, ugye tőlem az AskFM per Szolító HCV oldalon, a doktorodtól pedig az AskFM per HCV doktor oldalon. És a következő epizódig is tudjátok, bízatok a doktorban, és a lényeg, the wrestling is fun! Sziasztok! 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 Sziasztok!